mostani kihívásokhoz, például a migrációs válsághoz is elengedhetetlen, hogy megismerjük az aszimmetrikus hadviselés minden aspektusát és az azt kiváltó összefüggéseket, mondta Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, az aszimmetrikus hadviselés a múlt, a jelen és a jövő konfliktusa című kétnapos budapesti nemzetközi konferencia megnyitóján. A magyar kormány volt az, amelyik itt Európában és a világon időben felismerte a kontrollálatlan és illegális migrációban rejlő veszélyeket, és időben megtette a szükséges intézkedéseket. A migrációs kihívások kezelése az Európai Unió szintjén elengedhetetlen kérdés, hiszen a jövőben valószínűleg még nagyobb migrációs hullámra kell felkészülnünk. Az államtitkár szavai szerint az aszimmetrikus hadviselés nem új keletű fogalom, de napjainkban leginkább erre látunk példákat. Ezért a megfelelő válaszok és stratégiák kidolgozásához tanulmányozni kell a témát. Az új kihívások megjelenésével egyre kevesebb az úgynevezett klasszikus fegyveres konfliktus és háború. A háború színterei, dimenziói is átrendeződtek, szárazföld, levegő, óceánok, tengerek és a kibertér. Dr. Orosz Zoltán altábornagy, honvédvezérkarfőnök helyettes rámutatott, hogy egyre több régióban lángol fel az aszimmetrikus fenyegetés, amelyeknek a célja, hogy kihasználják a már meglévő védelmi struktúrák hiányosságait. Ahhoz, hogy a változó biztonsági környezethez kellő gyorsasággal és megalapozott, biztos döntésekkel tudjunk alkalmazkodni, a kellő mennyiségű és minőségű információ, valamint a modern védelmi kapacitások mellett elengedhetetlen az állandó stratégiai elemzés és kutatás, az új nézőpontok kifejlesztése. A Honvéd Vezérkar tudományos kutatóhelye által szervezett konferencián Porkoláb Imre dandártábornok, a NATO stratégiai parancsnokságának pentagoni képviselője elmondta, a konfliktusokban érintettek száma manapság jelentősen megnövekedett, ezért a környezet is rendkívül bonyolultá vált. A megfelelő válaszokhoz rövid reakcióidőre és gyors döntéshozatalra van szükség, összességében pedig decentralizált, hibrid struktúrára.